Nehezen indult a veszprémi bajnoki az FTC Rail Cargo Hungária együttese számára, kimaradt büntetők és lelkes hazaiak nehezítették a zöld-fehér lányok dolgát. 20 perc után vezetett először Elek Gábor együttese, onnantól viszont végig. Az első félidőben Alena Abramovics remek védései és Deáki Dóra ellenállhatatlan játéka kellett a fordításhoz, illetve Szucsánszki Zita magabiztosan bevágott büntetői. Így végül biztosan 34-31-re győzött a Fradi. Iszonyatosan figyelmetlenül, fegyelmezetlenül és nagyképpen kézilabdáztunk, és utána ehhez még hozzájött a végjátékbe a temérdek butaság. Tehát akkor, amikor előnyből tudunk kézilabdázni, akkor nem tudom, miért kell 2-3 passz után megpróbálni erőltetni a befejezéseket. Tehát nagyon-nagyon sok hibával kézilabdáztunk, és itt igazából most a mentalitása tetszett. Tehát elsőbb a figyelmi szinten. Tehát nagyon sok mindent megbeszéltünk, készítünk erre a mérkőzésre, és nagyon keveset kaptunk ma vissza. Tehát igazából ez bánt, hogy nagyon-nagyon dekoncentráltnak látom most a csapatot. Jó, azt is hozzáteszem, hogy a hét elején azért egy elég komoly fizikai munkában voltunk, de ennél azért akkor is több kellett volna figyelmi szinten, tehát nagyon-nagyon elégedetlen vagyok ezzel az egészen. Igazából mindenki hozzárakta maga marhaságát ez a mai meccshez, tehát sajnos ez alól a fiatalok se kivételek. Már azt mondom, hogy a Deka nagyon-nagyon jól szánt be, a Luca nagyon jól szánt be ebben a mérkőzésben, valamint én úgy gondolom, hogy a Nelly és a Szarka Adri is nagyon-nagyon jól szánt be ebben a meccsbe, de aztán szépen bele szürkültünk a figyelmetlenségbe, vagy ők is bele szürkültek. Tehát ugye de nagyon sok mindent megbeszéltünk, hogy mit kéne lőni, meg mit nem szabad ma lőni, tehát ezek ilyen váltakozva érkeztek. Tehát azért mondom, hogy itt ugye a beállós elleni védekezés, tehát az elég sokat beszéltük, tehát abból se sokat tudtunk megvalósítani, csak a végjátékban, amikor a Tomori Zsuzsi visszajött. Tehát igazából nekem ez a legfőbb bajom, mert 2 hét van a BL van, tehát ezek nem férnek bele, hogy mennyire dekoncentráltak legyünk, tehát ennyire keveset tudjunk abból megcsinálni, amit szeretnénk.